Sziasztok! Recana Zsófia vagyok, Razs, és ebben a mai videóban, ahogy korábban ígértem, olyan kommunikációs praktikákat fogok veletek megosztani, ami segíthet abban, hogy a párkapcsolatotokban hatékonyabban tudjatok együttműködni. Ami nagyon fontos, különösen akkor, amikor egy feszült konfliktus helyzetben vagyunk, hogy ne minősítsük a másikat. Tehát inkább saját magunkról kezdjünk el beszélni, hogy mi mit érzünk, és szorítkozunk emellett a tényekre, de nem mondjunk a másikra csúnyát. Gondolok itt arra, hogy mondjuk nem mondjuk azt a másiknak, hogy te hülye vagy, hanem mondjuk azt, hogy én abban a helyzetben nagyon megbántva éreztem magam. A következő ilyen tipp vagy praktika, hogy tartózkodjunk az általánosításoktól. Ne fogalmazzunk úgy, hogy mindig és soha. Te soha nem viszed le a szemetet. Te mindig késel. Nyilvánvalóan ez nem igaz. Ez az érzés arról szól, hogy azt érezzük, hogy ez nagyon fájdalmas, és emiatt hajlamosak vagyunk általánosítani, de nyilván itt inkább a gyakran az a jelző, ami reális, illetve megint csak azt tudom javasolni, hogy nézzük meg a tényeket, és azokra hivatkozzunk, mint hogy ilyen nagyon nagy általánosításokban elveszünk. Tudjunk kérdezni a másiktól. Ugye akkor, amikor idegesek vagyunk, akkor semmi másra nem vágyunk, mint hogy gyakorlatilag így ráöntsük a másikra azt, hogy mi mit éreztünk, és nekünk ebben mi volt rossz, és a másik miért egy szemét ebben a szituációban. De hogy ilyenkor kimarad egy kicsit a másik ebből a történetből, vagy az, hogy ő esetleg hogyan élte meg, vagy mi történt vele. Ezért én azt mondom, hogy még akkor is, amikor nagyon feszültek vagyunk, kérdezzünk a másiktól, mérjük fel, hogy ő mit élt meg, mérjük fel, hogy vele mi történik éppen az adott helyzetben, mert értem az igényt arra, hogy most ilyen elöntésszerűen elárasszuk a másikat, de hogy akkor nagyon elbillen az egyik irányba ez a mérleg, és nem csak félszeműen fogunk tudni tájékozódni az éppen aktuális helyzetben. Az előző ponttal összefüggésben a kérdezés az azért fontos és hasznos, mert ennek segítségével fogunk tudni nézőpontot váltani. Tehát akkor fogunk tudni belehelyezkedni a másik helyzetébe, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy ő mit élt meg, és gyakorlatilag, ha birtokában vagyunk ezeknek az információknak, akkor lehet, hogy sokkal jobban képesek leszünk megérteni őt. Itt jön be ugye az empátia a helyzetbe, ami tudom, hogy nagyon irreális egy ilyen baromi feszült helyzetben, de hogyha mondjuk nem feszültségről beszélgetünk, csak éppen az egyik félel meg valamilyen nagyon nehéz érzelmi állapotot, mondjuk a munkahelye miatt volt egy nehéz napja, akkor is nagyon jó bevetni az empatikus készségünket és az odafigyelésünket, mert ez erősíteni tudja a kapcsolatot. És az utolsó tippem az pedig az, hogyha feszült helyzet van egy kommunikációs helyzetben, akkor megtehetjük, hogy kilépünk. Tehát ha azt érezzük, hogy túlságosan elönt az indulat, és nem vagyunk képesek az érzéseinkről beszélni, és minősítjük a másikat, akkor megtehetjük azt, hogy időt kérünk. Megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy erre térjünk vissza holnap. Az a lényeg, hogy igyekezzünk a másikat is, és magunkat is megóvni egy erős indulattól, ami akár nem is a másiknak szól, hanem inkább a helyzetnek vagy a napunknak, nem érgezzük ezzel a kapcsolatunkat. Hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan lájkoljátok, hogyha kérdésetek van, akkor pedig írjátok meg kommentben, és kövessetek be, hogyha kíváncsiak vagytok többi tartalomra a Facebookon, Instagramon vagy a YouTube csatornámon. Sziasztok!